Üdvözlünk mindenkit egy vadonatúj esőgép és helyszínen, a hetedik fordulót Vácon rendezzük, a Gokart Vác pályán, ahol egy 18 körös első futamot fogunk találni. Igazi kánikula fogadta versenyzőinket, 33 fokot mértünk árnyékban, az aszfalt pedig 49 fokos, megmértük a gumikat is, 90 fok felett majdnem izzottak, úgyhogy igazán süt ez a helyszín. Süt róla a kakaós csiga is, amit formáz maga a pályanyomvonal. Ez egy 380 méteres pálya, nem túl hosszú, ellenben technikás. 18 kört fognak itt megtenni versenyzőink, körrekord pedig Balázs nevéhez fűződik, aki ugye ezzel nyerte meg az időmérőedzést, és már is látjuk, hogy is alakult az időmérő. Tehát Balázs nyerte az időmérőt 35-13-as köridővel, és mögötte 2 tizeddel volt második méniek. A harmadik rajtkockát Kercsi foglalja el, még itt is alig több mint 2 tized másodperc volt a lemaradás, tehát egy 800-addal maradt el Kercsi méniektől, mögöttük nyílik igazán az olló Kristóf, a negyedik, Bogi az ötödik, ő már másodpercen kívül, Krieger 1,5 másodperces lemaradásban, Ház pedig közel 2 másodperccel követte az elsőt, így ő foglalja el a hetedik helyet. 7 versenyző van most itt velünk. Mr. Haast látjuk a 7 versenyző közül, aki éppen a 7. pozíciót foglalja el a bajnoki pontversenyben, az összesítésben. De itt Balázs vezet 46 ponttal, Kristóf a második 44-jel, és Kercsi van ott még szorosan mögöttük 43-mal. Bence nincs most itt, hogy a 41 pontos állásán javítson, úgyhogy ő valószínűleg hátrébb fog lépegetni itt a esemény után. Kercsi szemszögéből nézzük, hogy mi történik előtte. Ő a harmadik a pontversenyben 43 ponttal. Pillanatokon belül elindulnak a versenyzők ki a rajtrácsra. Ez egy viszonylag rövid kör, úgyhogy ezt hamar meg fogják tenni a versenyzők. Először látogattunk erre a helyszínre, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy milyen izgalmak fogadják a versenyzőket. Itt az időmérő viszonylag nyugisan telt. Mindenki ismerkedett a vonalvezetéssel, és ahogy látom, Méniek is elkezdett ismerkedni a gokártyával, hiszen csak ez a 380 méter van arra, hogy a verseny gokártyát ki tudja próbálni. Amit egyébként ritkán emlegettünk, ugye minden sessionben más-más gokártban ülnek a versenyzők, hogy ezzel is kiegyenlítődjön az erőviszony, úgyhogy ezek az első méterek mindenkinek az adott gokártyával, amivel a mezőnyből fognak rajtolni. És hát nem árt tudni, hogy működik-e a fék normálisan, vagy nem, olyan-e a gokárt, mint amit megszoktál az első menetben, vagy sem. Kanyarodik-e balra, vagy csak jobbra? Igen, ezek mind olyan nüanszok, amik eldönthetnek egy második, harmadik helyet, vagy akár győzelmet. Bogi is elfoglalja a rajthelyét, 5-ös gokártal az 5. helyen, és már gyulladnak is ki a rajtlámpák, 3, 4 és 5 piros. Na nézzük a rajtot, Balázs! Elkapja rendesen. És kívül már próbálkozik is Méniek a külsőiben. De ott ugye tartani nem, már Kercsi elmegy. És Kristóf is beszúr mellé a visszafordítóban, kitessékeli. Bogi is el... Nem, Bogit visszaelőzik Méniek, de azért sokat vesztett itt a rajtnál, legalább 2 pozíciót, hiszen a másodikról a negyedik helyre csúszott vissza, és benne van a darálóban rendesen, mert Bogis is nyaggatja, sőt, el is megy mellette, miután hozzáért a külsőjében a falhoz, és az egy kicsit megfogta Méniek. Az 5. Balázs vezet, második kört kezdi meg Kercsi, a 2., Kristóf a 3., Bogi a 4., Méniek az 5., Kercsi pedig próbálkozik Balázs mögött, nézelődik aktívan, és nem, ott nincs elég hely hozzá, de elég gyakran változnak itt a kanyar viszonyok. Igen, de vannak jó széles visszafordítók, ahol más ív választásával be lehet esni a másik pilóta alá. Ezt láthattuk Bogi és Méniek között is, hogy mennyit számít egy másik ív. Miközben Kercsi szó szerint tolja le Balást. Na, itt nagyon megy a csiki-csuki, itt nem nagyon van lehetőség úgy mellé érni, meg kifékezgetni. Itt szűkebben lehetett volna, de akkor de nagyon mögött. Szorosan ott van mögött, és megérkezik mögé Kristóf is nagyon szorosan. Balázs, de csúszik, és nagyon mellé ér Kercsi, és itt kellően széles a pálya ahhoz, hogy egymás mellett gyorsuljanak, de
Kercsinek jobban adják ki az ívviszonyok, úgyhogy átveszi Kercsi a vezetés, Balázs visszacsúszik a második helyre, és Kristóf továbbra is ott van a nyakában, be is teszi mellé Kristóf, nézzük, hogy nem sikerült megelőzni, itt pedig Méniek továbbra is Bogi mögött vitézkedik. És próbál aláfordulni, de nincs meg a lendületkülönbség. Ugye itt csúszott le még az első körben. Igen, ahogy most Haas is. Ah, igen, és Kercsi beteszi meg is elő. Kercsi? Krieger? Krieger volt az, aki szemfüles módon átvette a hatodik helyet Haas elől. Visszatérünk a Méniek csatához. Érkezik, esik rá Bogira. De most nincs olyan közel, mint az előző körben, de így is próbálnak közelebb jönni, de nem tud. Egyszerűen nem tud. Igen, Bogi továbbra is szépen védi a pálya kellős közepét. Nem hagyja nyitva a centiket. Se jobbra, se balra. Ügyes taktika. Ilyen szűk pályákon pláne bejöhet. De árnyékként követi le. És az sosem megnyugtató, ha az embernek piros árnyéka van. És mennyivel nagyobb ívben próbál Méniek jönni ebbe a visszafordítóba, de egyszerűen... Nem, ez most a Mission Impossible, úgyhogy itt kifárasztásra lehet menni, illetve a lepattanóra lehet várni igazából, hogy áthámozza magát. Mikor adja ki a lehetőség? Hát nem adja ki úgy a lehetőség. Bogi nagyon szépen védekezik. Itt megint mellé próbál érni, és hoppá! Na ott egy kicsit nyitva maradt az ajtó, betette oda Méniek, és itt el is tud fordulni a belső íven, és egy egész gokárt hossznyival meg is tudta előzni, úgyhogy innentől kezdve ezt a pozíciót már nem fogja kiereszteni a karmai közül. Bogi az ötödik. Most már Méniek előre ugrott a negyedik helyre. Na nézzük, hogy fel tud-e zárkózni. Csúsztatja a gokártot jobbra-balra egyébként. Fú, de így teljesen merőlegesen fordult el Bogi előtt igazából. Nagyon más éveket mennek. Igen, Méniek ki is használja teljes szélességében a pálya adta lehetőségeket. Nagy itt az célegyenesben ezt a nagy felfestett kerékvetőt is mindenki teljes szélességében használja. Balázs pedig ezt látja maga előtt Kercsiből. Hát inkább úgy fest, mint hogy Kercsi próbálna elszakadni, mint hogy Balázs visszazárkózna. Úgyhogy nem tudja ezt a pole pozíciót egyelőre győzelemre váltani. Egyébként ezzel a pole pozícióval megszakította Kristófnak a pole szériáját. Ugye az első három helyszínen mindegyiken Kristóf volt a leggyorsabb. Itt meg csak negyedik időt ért el. Na nézzük, hogy ezen a széles kerékvetőn ki mint vet úgy arat. Hogy arat, Krieger? Na itt azért vizes körülmények azért azt a felfestett szakaszt elég szépen meg tudnák viccelni. Hát meg azért ennyi kanyart, meg főleg ezeket a visszafordítókat, tehát ilyen tojáshéjakon lépdel. Ház már mennyire leszakadt Kriegerről. Vagy mint a NASCAR-ban így a gumifalra feltapadva. Igen. De érdekes látni, hogy ház alatt mennyit küzd a gokárt. Lehet, hogy az nem éppen a legjobb tapadási. Igen, lehet, hogy már elégette maga alól azokat a gumikat. A és 90 fokos gumikat? A 90 fokos gumikat, igen. Itt szögletes lett, derékszögű. Hát ez ugye a legmelegebb helyszínünk az idei szezonban, sőt, hogyha az elmúlt éveket nézzük, talán az egyik legmelegebb helyszín. A tavalyi Visonta lehetett talán ehhez közel. Igen, a tavalyi Visonta volt ilyen meleg, meg még a 2019-es Kecskemét, ami így emlékeimből rémlik, hogy pokoli forróságban volt megrendezve. Igen, csak azok nagy pályák voltak itt meg, hogyha csúszik a gumi, és igen, itt nincs nem tapad, hely. Akkor az gumi. Itt nincs akkora hely. Az akkor gumifal. Igazából itt nem az igazán nehéz feladat, hogy megmelegítsd a gumit a üzemi hőmérsékletre, hanem az üzemi tartományon belül tartsd, hogy ne hevüljön túl és ne kezdjen el csúszkálni. Hát igen, kellenek olyan hűtőkörök, amikor annyira nem veszel ki belőle maximális csúszást a kerekekből, tehát egy kicsit visszafogottabban, felengedve, kevesebbet, erősen fékezve. De azért ahhoz meg nagy a tempó. Hát ahhoz meg nagy a tempó, igen, ezt a ilyen... egyensúlyt kell megtalálni a pályán.
de egy-két ilyen kör egyébként újjá tudja éleszteni a gumit, és körökön keresztül megint jól tapad. Balázs ezzel a hatos géppel egyelőre úgy néz ki, hogy szenved, és ő alatta tényleg csúszkál, ezt az első szakaszon is jól lehet érzékelni. Kristóf tisztes távolságból követi őt. És Maniac se nagyon közeledik Kristófra, miután áthámozta magát. Ezek a frontvonalak, ezek egy kicsit így megfagytak, és nagyjából mindenki ilyen másfél-két másodpercet követi az előtte lévőt. Tudod, legalább a frontvonalak képesek megfagyni ilyen kánikulában. Igen. A 15. kör kezdődik. Szerintem Kercsi meg kezd szédülni. Nem is tudom, hogy volt-e valaha ilyen körszámú versenyünk. Hát ennél több még a kartfarmon volt. Ugye az még egy rövidebb pálya, ott ilyen 22-25 környéki körök voltak. Nagyon régen volt utoljára a kartfarmos versenyünk is, úgyhogy a tavalyi szezonban nem is volt olyan verseny, ahol 18 kört kellett volna bárkinek megtenni. Egyáltalán. Itt egy darás szórakoztatott minket a kamerán keresztül. Igen, és hát ugye milyen jó kontraszt az előző helyszínt, miközben Haas megkapja a körét. Haas nagyon szenved ezzel a gokártal, valahogy nem fekszik neki ez a 10-es számú. Igen, lehet, paripa, hogy... és itt is látszik, hogy nincsen nagy tempó, de így is, mintha keresztbe menne. Igen. Tehát az előző helyszín volt 8 kör visontán, ez meg 18 kör. Egy laza 10-essel több. Mények is próbál közeledni Kristófhoz, de egyelőre nagyon távolinak tűnik az is, hogy mögé érjenne, hogy nem, hogy még két körön keresztül meg is előzze. De közel volt. Jó, hát végül is ahhoz, hogy kihasználja a pálya teljes szélességét, ahhoz közel kell menni a gumihoz. Nézzük, Kercsi, senkitől nem zavartatva az élem. Mert ugye, igazából Kriegert szúrta ki magának ott maga előtt. Igen, hogy Kriegert lekörözze. De ha már Kercsinél járunk, ugye ő az előző futamon visontán volt közel győzelemhez, de az utolsó körben vette el tőle Maniac. Meg az eső. És utoljára egyébként az élen 2019-ben, ugye az utolsó aktív szezonjában a kartfarmi első futamon végzett, úgyhogy azóta csak próbálja elérni a dobogó legfelső fokát. Igazából neki ezek szerint ezek a rövidebb pályák feküdnek, vagy feküdhetnek. Hát többek között lehet. És ebben a pillanatban be is húzta a győzelmet 18 kör után. Balázs lett a második. Kristóf a harmadik, Maniac behozta a negyedik helyen. Egyébként már csak egy másodpercen belül volt Kristófhoz képest. Bogi hozza be ötödik helyen. És Kriegerre várunk. Haas pedig már körhátrányban befejezte a futamot. Hát nem azt mondom, hogy a fiúk bemelegítettek így a második versenyre, egyenesen túl is hevültek szerintem. Igen, kevesebb volt a csata, de ettől függetlenül ebben a hőmérsékletben azért ez megterhelő lehet a pilóták számára. Hó, milyen szűken kell bejönni a box utcába? Hát ez azért jó, hogy itt nem szágugdasz be, mert nem tudsz. Igen. Ide nem kell kirakni az 5 km per órás sebességkorlátozást. Viszont ilyen hőmérsékletek között milyen jó jön egy fedett box utca. Per felülről is nyomja a meleget az 50 fokot, igen. Igen. Krieger is érkezik. De legalább árnyékos. Igen. Valamit valamiért. Úgyhogy letudták a versenyzők ezt az első váci futamot. Elnézést, maga mobil Fox member? Igen, Kercsit is látszik, hogy azért megizzadt az első helyen. Gyöngyözik a homloka. Krieger teszi szét a kezét, hogy egyszer nem gyorsul a gép a rajtnál. Még itt a helyezkedések, ahogy Maniac rossz ívet választ ebben a kanyarban is. Igen, megelőzi Bogi. Hát parabolázta magát igazából Bogi előtt, aztán a gumifal várta a túloldalt. Ez pedig Kercsi előzése, mégpedig Balázsral szemben. Szépen itt a belső ívet kiválasztotta, megtartotta, és innentől ki se adta a kezébe a győzelmet. Ez egy Krieger Haas csata. Haas vesződött nagyon a tapadással, nem nagyon volt neki Maniac, ugye itt előzte meg igazából Bogit, ez pedig Kercsinek a visszatérése utáni első győzelme. Úgyhogy láthatóan örül neki.
10 pontot szerez ezzel 18 kör elteltével, Balázs lett a második, 9 pontot szerez, Kristóf pedig a harmadik helyért 8 pontot kap cserébe, Ményeg futotta meg a leggyorsabb kört, és 7 pontot kap emellé, és mögötte nyílt az olló, Bogi lett az ötödik, Krieger pedig még 14 másodperccel lemaradva a hatodik helyen végzett, Mr. Haas pedig ugye körhátrányban ért be a hetedik helyen. Ő úgy volt vele, hogy ebben az időben csak 17 kört hajlandó menni. Itt látjuk a bajnokság állását, Balázs továbbra is vezet 2 ponttal Kercsi előtt, Kercsi följött a második helyre, Kristóf a harmadik, és elég szorosodott az élmezőny, Ményeg pedig már csak 10 pontra van az élenállóktól. Kristóf meg is kapja bronzérmét a dobogó harmadik fokán. A pole pozícióból induló, de második helyen célba érkező Balázs áll fel a dobogó második fokára. És Kercsi hosszú idő után begyűjti az aranyat. Mennek a gratulációk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Érkezni fogunk a második futammal, ami egy fordított rajtrácsos lesz, ugyanerről a helyszínről, Vácról. Hogyha nem szeretnél róla lemaradni, iratkozz fel a csatornára, mi pedig érkezünk legközelebb. Legyetek jók, sziasztok! Szevasztok!